reggel is jó reggelt kívánok! Badacsonyban télen teljesen más a séta, mint nyáron. Ezzel persze nem mondtam újat, de ha felveszik a túracipőt, olyan élményben lesz részük, amiért erőfeszítést kell tenni ugyan, de megéri, mert a látvány semmivel sem összehasonlítható. A téli túrát pedig összeköthetik egy kis borbarangolással, mert a badacsonyi borászok télen is szombatonként 18 órától mutatják be a pincék rejtekében őrzött legzamatosabb boraikat, melyeket incsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. De ha nem szombatra tervezik a túrát, akkor is találnak nyitva tartó boros pincét a festői szépségű Vulkánok völgyében. Már hagyománnyá vált, hogy február első hétvégéje Budapesten a Mangalica Fesztiválé. Mától vasárnapig a Vajdahunyad várában az ország legjobb mangalica tenyésztőivel együtt bemutatkoznak a kiváló magyar élelmiszerek. Kézművesek bemutatója mellett sül a hurka, kolbász, tarja, malac. A színpadon könnyű és népzenei programok váltják egymást. Hajdu Böszörményben pedig holnap reggel 7 órakor egy bátorító korty után következik a szúrás, majd a reggeli, hiszen a munka dandárja még hátra van. Nem érdemes finnyáskodni, mert a menü hagymásvér, tojásos velő, pecsenye. A hajdusági disznótoron ismerkedhetnek-e népi hagyománnyal és kulináris különlegességekkel. Részt vehetnek a hagyományőrző programokon, népművészeti bemutatókon, disznótoros és kemencés ételek kóstolóján. A kulináris programok között lesz népdaléneklés, játszóház, kora délután pedig a főzőverseny eredmény hirdetése. A programokhoz és a hétvégéhez jó szórakozást kívánok, hétfőn új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.